vezetem, innen is fél a magyar múli személyi vonaton, de most egészen félmonostalig fogok menni. Szintén egy vonalbejárás lesz, majd ugye azt is elmondom, hogy honnan. Most hoztam a biciklit, és rá van bízva a kapaszkodóra, végesen egészen félmonostalig fogok menni. Félmonostalról pedig a régi megszűnt vasútvonal mentén visszajövök Belemende a Horváth határól, és utána onnan tovább visz vissza Vidmányba, és onnan vonattal haza. Ez a terv. Aztán meglátjuk, ami valósul meg belőle. Maga a vonal az kb. 20 km, tehát az nem egy nagy táv, az meg lesz. Illetően, és a Horváth szakasz az kb. 10 km. És hát ugye Belemendi cementi megálló, vagy hát állomásra most éppen fogok menni. És aztán majd onnan kell közúton Vidmányba vissza, és Vidmánytól meg már van vonat. És már indulunk is. Egyébként lesz magyar bolyban egy fél óra állás, gondolom, ugye, határ ellenőrzés, tehát talán még akkor is tudok majd fotózni. Nézzétek, most kiindult a vonat. Akkor én ezt szerintem, akkor ez az egyetlen utas, aki átmegy. Magyar bolyállomás. Itt is csak egyszer voltam eddig, de akkor még nem volt határforgalom, legalábbis személyi nem volt. Mellettünk benne áll egy pár vagon, azért majd valamikor jön egy Szergej és elviszi. És itt van egy másik dezíró, ez fog majd visszamenni valószínűleg. Egyébként határellenőrzés miatt 20 percet állunk itt. És el is indultunk irány a határ fele. Félmonostorom, ott van az állomás épület, és itt áll bent egy dízelmozdony. Pontosan nem tudom, hogy milyen fajta, és hát nem lehet az állomáson fotózni, ugye itt a határőrségen azt mondták, hogy nem szabad, úgyhogy erről más fotó nem lesz. De ugye most már az utcán vagyunk, innen már lehet, tehát innen tudtam csak lefotózni, és nekünk majd arra fele kell menni, egyébként itt van a buszpályaudban is, majd egy pár busz azért még fotózok, nem tudom. Hát nem a pályaudvarról, hanem az utcáról, ott az közterület, ott biztosan szabad. És ezt nézzétek, itt találtam rögtön. Érdekes, hogy kiállított. Hát keskeny nyomtávú gőzös. Hát ott nekünk majd arrafele kell menni, egyébként valahol itt ágazott ki egy paravonal. És ez bizony egy félmonostornak egyik övet helye. És majd látom, felkapcsolta a villanyt, tehát a világítását a mozdony, tehát még az is lehet, hogy el fog erre indulni. Sőt, lehet, hogy el is indult. Akkor viszont itt megvárom. Ez mint a közeledne. Hát a helyzet az, hogy nem tudom mennyire látszik, de ott a szaggatott vonal jelzi, hogy merre ment a vonal. Tehát egy kicsit tovább megyek, akkor a kiágazás az meg lesz. Egyébként nem tudom mennyire járható, de itt, hát az a baj, hogy nem látom a kijelzőt, hogy mennyire látjátok, de itt tudok bemenni a vonalra egyébként. Mert itt a kiágazásig még elmegyek. Szóval valószínűleg ez a része nem járható, itt viszont bejön a közút mellé, és onnan meg már simán. Egyébként a mozdony nem jön. Úgyhogy most nem várok rá, mert hát nem tudom, mikor fog indulni. Hát nem, ez nem jön. Viszont jár a motorja, és felkapcsolta a fényszórókat. De a pályaszámot meg tudom nektek mutatni. Szóval itt ment a vonal, a töltéstek a nyoma az kivehető, viszont ezen a földúton itt nem vállalkozok arra, hogy végigmenjek. Hát nem tudom, hogy oda, hoppá, és ott van egy macskosz. Na. Hogy kell mondani horvátul, hogy cicc? Mozog. Hát egyébként itt jöttek valahol a sinek, ott a körforgalomnál. Lehetett volna még beljebb menni, viszont az a földút az nem tudom meddig tartott, hát és itt ugye a Szántóföldnél már véget is ért, de egyébként itt a közút mellett megy egész sokáig, hát itt megpróbálom követni erre. Na, azt nézzétek, ez volt a vasútvonal, ez itt a földút helyén ment. Szóval arra fele megy tovább,
felüljáró mellett, hanem eddig viszont a felüljáró meg egy térkép szerint egy ilyen nagyobb autópálya felett megy át, tehát szerintem arra nem tudok bemenni. Hát akkor arrafele, onnan jött a sútpélyemonosról fel, és egyébként ez csak egy épülő autópálya még, tehát még akár át is jöttem volna. Viszont ez a földút nem nagyon járható, főleg biciklivel, de itt meg mellett a közút, inkább ott megyek. És hát ez az út itt. Mégis csak jobban lehet haladni, itt kiépített járda is van, bár forgalom az szinte nulla. Alig egy-két autót láttam. És ott az épület a háttérben addig. Mégis az már lehet, hogy a vasúthoz tartozom. Ez már Benge. Ez az utcafronti része, látszik melléképületében. Hát az meg nem tudom, lakotta innen, nehéz megmondani. Megnézem majd a túloldalról is. És tévedtem, az még nem az állomás épület volt, csak egy őrhely. Hát az utcafrontból nem sok látszik, de hát kicsit megpróbál közelebb menni, de hát nem tudom, hogy mennyire fog sikerülni. Hát ennyi, ennél jobban nem lehet megközelíteni. De úgy látom, hogy értelme sincsen, viszont a tipikus szabványmáv épület. Vagyis hát inkább hév. Ez ugyan ellenfénybe, de így néz ki a vágányok felől volt, és itt a földút helyén mentek a vágányok. És még mindig az egykori vasútvonalon. Badanya-Szent István lesz a következő, de az még odébb lesz. Ott még azért van egy-két flikflakka vonalban, viszont itt legalább jól követhető ezen a földúton. És a közút az itt távolodik el tőle emelre. És hát eddig jöttünk, egyet erről. Úgyhogy remélhetőleg ugyanilyen jól járható marad. És akkor tudom követni, nem kell a közút fele kerülni. És látjátok, szépen járható földút van a vágány helyén. Erről jöttem. Mindjárt tudom, hogy Baranya-Szent István határában vagyok. Tehát itt vesz egy ívet, ahogy látjátok, és ott a stop tábla után még menni kell a földúton tovább, és látok, ott lesz majd a állomás épület. Nem az az épület, ami ott van szemben, bár lehet, hogy is a vasúthoz tartozott valami régi jövet hely, vagy bármi lehetett. Hanem majd egy kicsivel arrébb lesz a térkép szerint legalábbis. Látjátok, az ott szemben az állomás épület. Itt van, ez az. De ez lakottnak tűnik, úgyhogy szerintem nem fogom fotózni. Na hát igen, lakott volt az épület, és ráadásul kutyák is voltak, úgyhogy nem álltam megfotózni. De egyébként nagyjából úgy néz ki, ahogy a térképen, bár van egy bővítés rajta. Volt egy egykori rakodó, vagy áruraktár is, ami félig már le van bontva. Egyébként hát, talán ennyire tudom mutatni. Az őrhelyre viszont csináltam fotót, azt majd bevágom ide. De sikerül, mert az viszont lakatlan. Na, tehát csak mutassam, hogy mondjuk, hogy mondanom, és ott lesz a következő, ez már petárda. Hát azért lehet így haladni, és 11 óra 38 van. Haladunk, és petárdától már nincs messze a határ átkelőse. És arra fele kell tovább menni. Földút, ez ugyanúgy, és akkor ott mindjárt a táborban már látszik az a ív is, amin petárda fele fordul. És innen jött a nyílegyenes út. Nézzétek, innen jöttünk, és itt olyan a földút eltér a vasútnyomvonalától. De hát ott arra fele ment a vasút, ott a Szántóföld szélén, hát a közút az meg ugye kimegy a főútra, hát én most itt nem tudok végigmenni, ezt megnéztem, ez a bozót, ez járhatatlan. Meg egyébként is itt Horvátországban vagyunk, a magyar határ közelében. Itt nem járt utakon, meg bozótba, nem fogok bemenni. Ezért itt. És bizony itt ment a vasút. És arra tovább, de az megint járhatatlan. Itt vagyunk a focipályánál, és a térkép szerint ott az lesz az állomás épület. Hát nem tudom, meddig lehet bemenni, azért mert kicsit megpróbálok még közelebb menni. Töltés egyébként itt jött. Hát egykori vágányok felőli oldalon nem lehet jobban megközelíteni, de látjátok még kút, melléképület, és itt van, ez volt a felvétel épület. És itt vagyunk petárda végénél. Egyébként a vasút itt mellettünk megy. És hát innen körülbelül egy olyan másfél kilométer a határ. És egyébként a vasút az így be fog húzódni a közút mellé. És bizony itt van a vasúti töltés, és itt megint lehet rajta menni. Nézzétek meg erre, tehát határ átkelőig, ameddig lehet, megpróbálok itt menni. Aztán nyilván ott vissza kell menni a közútra. Nyilván az egykori vasúti töltés, mert nagyon eltávolodik tőle, bár a térkép szerint nem. Akkor ott nincs határ átkelés. Közúti meg, legalább mondani, egy kilométeren belül itt kéne lennie. És ilyen az, amikor
vonat, pótló, bicikli megy. Ja, egy szólós növény itt is van, de ezt most ki tudtam kerülni. Bizony szerintem az ott már bevemen, sőt, ott a háttérben már látom a cementműnek a kéményét is. Egyébként vasútállomások.hu-n írnak egy bevement határ nevű megállóhelyről is, de semmi egyéb, se koordináta, se egy egyéb adat, hogy akár menetrendi jegyzékpárt, mert azt ugye el lehet érni egész korálról is, hogy az valaha létezett. Tehát valószínűleg vasos se létezett, vagy nagyon régen megszüntették. Már kb. Még az 50-es évek előtt, mert még az 50-es években is, ugye, vagy hát még az 50-es évekből is volt menetrendi jegyzék, ahol ilyen régi megállók benne voltak. Még akkor is, hogyha már akkor se álltott meg semmi. Ilyen is van. De szerintem itt a vége az útnak. Viszont itt van egy ösvény befele, úgyhogy vissza is lehet menni. Hát itt vagyunk a határon, hát se személyautó, se busz nem vagyok, de hát megyek itt. Végül is itt már válnak egy páron, tehát itt ide biztos lehet jönni. Na. És akkor vissza. Vissza az országba. Határátlépés letudva, személyivel. És akkor következő majd belement lesz, illetve belementi cementműig megyünk, addig is lesz egy pár kisebb megálló. Tehát ha volt is valaha belement határ, akkor meg itt kellett valahol lennie. Ként a vasúti töltés az valahol itt jöhetett, de itt már nem sok nyomát látni. És ezt nézzétek, ez már a belementi állomás épület. Ez viszont biztos, hogy lakott, és valószínűleg nem is egy család lakja, mert két autót is látok bent. És ugyanez már a település. A Vágányok feleli oldalt nem lehet megnézni, egyik ölt van kerítve, viszont a régi MÁV kerítéssel rá lehet ismerni. És igen, megvannak a melléképületek is. Egyébként ennyi látszik az épületből. Egyébként meglepően jó állapotban van. Na hát valahol itt mehetett a vasút. Hát az épületig nem tudok elmenni. Hogy hát lehet, hogyha ezt a dzsungelt itt megmásznám, akkor lehetne az oldaláról is, de vagy hát a másik oldaláról, de szerintem sok értelme nincsen. És itt errefele tovább, és majd ott hamarosan itt keresztezni fogja a közutat, és mehetünk belement felsőre. Ezt nézzétek, valahol itt ívben fordult, így, és egyenesen ment tovább, de ott nem tudom követni, majd a következő leágazásnál balra lemegyek a mellékútra, és valahol ott lesz belement felső épülete. És ismét a töltésen, egyébként itt jött egyenesen, vagyis hát nem egyenesen, mert ugye onnan jött az ív, amit viszont ugye nem lehetett most lekövetni, mert beépült a környék, és errefele meg tovább. A földút az ugye gyakorlatilag 99%-ban a vasutat követi, tehát belement felsőt itt meg fogjuk találni. És valahol errefele jött a vasútvonal. Lehet, hogy nem pont a földút mellett, a térkép az minimális eltérés mutat, de az lehet pontatlanság is. De itt erre kell jönni. És akkor ki a közútra, és ott lesz valahol belement felső. Na, ilyen vonalba járásom nem volt még. Tarló égetés és keresztül fújja a szél az úton. És ezen a füstön kellett átjönni. Hát nem volt semmi. Nagy levegő, és áttekertem rajta. De most biztos visszagúlottam. Na, ilyen még nem volt. Egyébként belement felső erre van. Valahol az út végén kéne, hogy legyen. És ezt nézzétek, itt van bizony, ez már belement felső egykori épülete. És úgy látom, hogy legalábbis felújítva van. Nézd meg azokat az aggancsokat, szerintem vadászház üzemel benne. Viszont ez legalább megvan. A kutya is van. Még az is lehet, hogy lakott. Vagy vadász lakik itt, vagy vadászház. Nézzétek, erről jött a vasút. Bizony szerintem ez is egy olyan hely volt. Tipikus vasúti épület, itt ilyen a fa eltakarja, de egyébként látszik a ugye a kerek zétablaki csapadláson. És viszont itt ment tovább a közút mellett. Jó, és egyébként a mávos kerítés is árulkodó. És itt ment tovább, szerintem átment a túloldalra valahol, és majd a következő az a tanműhely megálló lesz, vagyis hát Kistapolca. De Kistapolcán van egy állomás is. Hát a vasút az itt jött, itt keresztezte a közutat. Tehát az zöld hely, ez lehetett a Soronkvölgy is akár.
fentről.hu, megnézem hátamutatóra valamit, bár ugye ezt elég korán megszüntették ezt a vonalat, tehát nem biztos. Itt, errefele. Ment tovább, tehát ott talán még töltésmaradványokat fogok találni. Innen talán jobban látszik. Egy bizony. Ez tipikus hévszabványépület. Biztos, hogy egy olyan hely volt. Akkor itt vagyunk, Kistapolca állomáson. Régebbi nevén tanműhely, egyébként egy kétvágányos állomás volt. Itt voltak a vágányok. És ez volt maga az épület. Hát, igen, itt arrafele ment tovább a vasút. Viszont párhuzamosan a közúttal, úgyhogy itt könnyű bejárni. És itt már a cementmű van, ahova most is vezet be iparvágány, és ez tartja a 62-es vonalat életben. És azt halljátok, az most is működik a cementmű. És itt a Kistapolca felé vezető mostani iparvágány. A régi meg a térkép szerint valahol itt jött át, egy picivel előrébb. Hát itt ugye működik a fénysorompó is, persze, mert ez egy aktív iparvágány. Heti rendszerességgel van itt teherforgalom. Eddig lehetett bejönni a rendezőig. Átbent egy pár mozdony, nézzük csak. Egy A26-os. Egy M43-as. Egyébként itt a vége, innentől már a gyárban. Tehát tovább nem is lehet menni. Úgyhogy irány vissza. Fék, hát ennyi látszik jelenleg a Kistapolcai épületből. Majd meglátjuk, mennyire lehet még közelebb menni. A melléképület az ott van. És ugye a most is meglévő iparvágány az a nagyjából a régi helyén megy. És a sínek is ott vannak a távolba. Nézzétek, itt áll az út szélén egy volánbusz. Egyébként valóban ez volt a régi Kistapolcai épület, viszont az az épület az nem a melléképület volt, legalábbis nem az eredeti állapotában, az erősen fel van újítva. Egyébként az épület is fel van, de fényképezni nem lehet. Nem. Lakják és elég barátságtalan tulajdonosa van, nem szereti, hogyha valaki bejön fényképezni. Igazából még úgyse, hogy ugye nem magánterületről fényképeztem, hanem ugye kerítésen kívülről, de hát mindegy azt mondta, hogy ne fotózzam, úgyhogy nem is fotóztam. Igen, errefele kell menni. Még egy kilométer kb. Belemendi cementmű, és onnan már nincs messze villány se. És akkor ez már a belemendi cementmű ismét. Most itt a tekerés sorompónál tovább ezen a földúton el tudok jutni a bicikli útig villány fele, és akkor innen már csak az állomásig kell menni, egy laza 10 km, vagy lehet, hogy annyi se, csak 8. De nem kell nagyon sietni, 16-22-kor indul a vonat, addig még van másfél óra. És akkor itt van a Borvidék, 3,5 km a tábla szerint innen villány, egyébként nagy Halsály határában vagyok. Itt már ez a bicikli út. És hát utána, hogy még mennyit kell a vasútállomásig venni, az persze más kérdés, de végül is bőven időben vagyok. Kb. 1 óra 20 perc alatt kell megtenni 3,5 kilométert, ami még gyalog is menne. És akkor visszaérkeztem villányba. És akkor ez a mai vonalbejárás, ez ennyi volt. Kb. 37 kilométer biciklivel. Hát ennyi. Akkor meg köszönöm, hogy ezt is megnéztétek, akkor majd legközelebb találkozunk. Sziasztok! Jaj, és ott jön egy busz. Na, felveszünk. Igen, a vonat is mindjárt megérkezik. Egy krédó. A vonalfótó, akkor ez megy Mohács fel.